Töltik a hurkát, kolbászt, Nagyecseden, nyárson sül a malac. A lápi disznótoroson baráti társaságok és önkormányzatok mérték össze gasztronómiai tudásukat, mutatták be a településükre jellemző finomságokat. Minden idők legtöbb csapata nevezett, 18 csapattal vesznek részt az erre érdeklődők és azok, akik meg akarják mutatni, hogy tulajdonképpen náluk hogy is csinálják a disznóvágást. És azon túl, hogy 18-an vannak, még ráadásul két testvértelepülésünk is jelen van, a határon túlról, Romániából, Erdőd városából jött el egy csapat, és Ukrajnából pedig Perecseny városából, mind a ketten a testvértelepüléseink, és most első alkalommal mérettetik meg magukat, és mutatják meg, hogy a határon túl hogyan is dolgozzák fel a disznókat. Fő a hurka a lápi betyároknál. A véres hurkát itt nyers vérrel készítették és kaporral, ami igazi különlegességnek számít. Ez a csapat egy óriási 260 kg-os disznót vágott. Saját tapasztalat, hogy az érett disznónak, tehát a több éves disznónak teljesen más húsa van. Tehát nem az a kis puha fehér hús, hanem egy karakteresebb ízt ad. Ez főleg a kolbásznál jön ki, nagyon erősen, de a sonka is teljesen más, és a szalonna is. A rendezvényen jelen volt Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki azt hangsúlyozta, a kormány elkötelezett az egészséges sertéshús fogyasztásának népszerűsítése mellett, ezért is csökkentették tavaly a sertéshús áfáját 5%-ra, aminek hatása érezhető volt. Meglátszott a fogyasztás növekedésén, és ebben együtt egyébként szürkül a gazdaság, hiszen a 27%-os áfa csalásra is okot adott a különböző papíron való utaztatásokkal. De mellett ugye meg kell, hogy említessük, hogy ha már a disznótorosan vagyunk, de a csirkehúst, a tojásárát, amelyik szintén áfa csökkenés, tehát alapvető élelmiszerek szintjén a lakossági fogyasztást is megpróbáljuk elősegíteni. Emellett megjelenünk különböző nemzetközi szintereken, legutóbb Németországban volt egy élelmiszerbemutató, és nagyon nagy hírrel jöttünk. Az Fazakas miniszter úr vezet azt a küldöttséget, és az ott feldolgozott sertés és egyéb mezőgazdasági termékek vonatkozásában nagyon-nagyon nagy minőséget produkáltunk, nagyon meg voltak elégedve. A lápi disznótoroson az ínyenségek mellett egész nap kulturális programok is szórakoztatták a nagy érdeműt.